également une image vous vient à l'esprit pour décrire la période stalinienne et la répression soviétique. Mi az a kép, ami felmerül önben, hogyha le akarja írni a sztálini időszakot és a szovjet elnyomást? Hát volt akkoriban egy budapesti vicc. Az úgy hangzott, hogy mi a különbség a kommunizmus és a nácizmus között. A válasz az volt rá, hogy annyi, hogy a sárga csillag a kommunizmusban mindenkire vonatkozott. Ugye ben blanc à l'époque, qui courait à Budapest, pour décrire la différence entre le communisme et le fascisme. Donc, quelle est la différence entre le communisme et le fascisme? Et la réponse était la seule différence que dans le communisme, l'étoile jaune est pour tout le monde. Nem érti, érti, érti. Nem érti. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous avez déjà entendu parler de l'étoile jaune? Ok. Ok. Répétez la question. Quelles sont les conséquences dans les mentalités et les relations sociales? Melyek a következményei, a mentalitás beli és a társadalmi viszonyok beli következményei ennek a diktatúrának? Hát, erre tarthatnék egy egyéves szemináriumot. Je pourrais vous tenir maintenant une séminaire d'un an. Úgyhogy próbáljuk egy kisebb kérdést, ami egyszerűbben megfogalmazható. Essayez de me poser une autre question à laquelle je peux peut-être vous répondre plus facilement. Pourquoi ce système est-il insupportable? Miért elviselhetetlen egy ilyen rendszer? Hát, nem ajánlom, hogy kipróbálj. Elviselhetetlen, mert tulajdonképpen a totalitárius diktatúra az kiszorítja az embert önmagából. Hát az a dinamika, amivel a totalitárius diktatúra jár, előre elképzelt, előre létrejött szerepeket kínál az embereknek. Ezek a szerepek, ezek igen gyakran egyáltalán nincsenek összhangban az illetőnek a személyiségével. La dictature de cette manière empêche finalement l'identification avec votre propre personnalité, parce que la dictature vous propose des rôles lesquels vous devez prendre, et ces rôles ne sont pas du tout en harmonie avec votre propre personnalité. Így történik aztán, hogyha a totális diktatúra véget ér, összeomlik, akkor az emberek, akik a saját életrajzukat próbálják megszervezni, áttekinteni, egyszerűen nem ismernek önmagukra, arra a személyiségre, akivé a totális diktatúrában válniuk kellett. És ez egy igen érdekes pszichológiai folyamat, amelyet leginkább most, amikor az egész Kelet-Európa előtt ugye megnyílt a szabadság, a demokratikus világ, most érzékelhetjük. Mindenkinek problémájává vált az élete, az, aki egykor volt, és akit most próbál megfogalmazni. Ez kézzelfoghatóvá tegyem. Mások voltak az erények. Például fennmaradni, megmaradni, túlélni egy nemzet számára általános nemzeti feladat volt. Ez természetesen azt kívánta, hogy az emberek beilleszkedjenek
állásaikba, a követelményekbe, és minél magasabb színvonalon akartak élni az emberek, annál többet kellett engedniük ezekből a saját. Amikor megváltozik a rendszer, akkor azt mondják igen könnyen, hogy mit csinált ön a 60-as, 70-es években, hiszen alkalmazkodott, kollaborált. És tulajdonképpen ez a titka annak a zavarnak, amely most Kelet-Európában mind mostanáig uralkodik. Donc ce problème de l'identification avec le rôle et entre l'identification du rôle et entre et votre personnalité a comme conséquence après le chute du système de ce chaos de se retrouver soi-même dans l'autre, dans son propre histoire biographique, dans l'histoire qu'on a vécu sous les conditions de la dictature totalitaire. Et dans la dictature totalitaire, tout le monde a été plus ou moins... Il y avait d'autres vertus de la vie. C'était, par exemple, pour une nation, la survie. Mais aussi pour l'individu, la survie était une grande vertu. Mais pour la survie, il fallait s'intégrer dans le système. Et plus on voulait vivre mieux, plus il fallait faire des compromis et il fallait se corrompre d'une certaine manière. Donc après le changement, la révision d'une nouvelle vie ou de nouvelles possibilités de la vie donne une irritation de retrouver un nouvel rôle parce que on doit se confronter avec le fait que dans les années 60-70, la majorité des gens, pour survivre, devaient collaborer avec le système. Pouvez-vous nous raconter des exemples de contradictions et de violence? Tudom, nekünk az ellentmondás és az erőszakra la contradiction, j'ai pas bien compris. La contradiction contre le système ou entre être soi et être dans le système. Ah. Est-ce qu'il vient avec justement az ellentmondás és az erőszakra ilyen ebben az értelemben tudna példát mondani nekünk? Már milyen értelemben? Quel exemple? Talán az úgy módosítja a kérdést, talán egy olyan helyzetet, ha fel tud idézni, amiben ez az ellentmondás, a szerep és az egyéniség közötti ellentmondás érthető. Igen, hát ez különféle, minden embernél másként fordult elő, ugye, minél